Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Erdei tornaverseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben. Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap, érkezett futva a hírrel Vendel. A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Döme csolt, levágta a konyort! Kiáltott Ugri, a szöcskelány. Csolni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon! Vendel futott a leggyorsabban, utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött. Lassú csiga! Ne gúnyolódjatok, ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca. Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem. Nem sikerül. Semmi sem sikerül. Mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb. Ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb. Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csiga fiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötél verseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugró kötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább, nekem semmi sem sikerül, hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit, valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe, célba dobás. Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok öt kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás, van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá, célba dobás, hát persze én is beállok. Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az öt tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Vendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja.
a kanári fiókák. Egy szép napon Kelemen, a kanári madár, társat talált magának. Lenke egy töltyfán élt nem messze Babóca házától. Kelemen és újdonsült párja, Lenke, fészket raktak a töltyfa legszebb ágán. Bogyó és Babóca lentről figyelték a madarak épülő fészkét. Nézd, Lenke napok óta fel sem áll, csak ül a fészekben. Lehet, hogy beteg, aggódott a csiga fiú. Ugyan, Bogyó, biztosan tojást fog rakni, fiókáik lesznek, lelkendezett Babóca. Tojás, fióka, értetlenkedett a csiga fiú. Hát persze, belengeti őket, és a tojásokból egyszer csak előbújnak a fiókák, mondta a Katica lány. Lenke nem sokára felállt, és ahogy forgolódott a fészekben, Bogyó észrevette a három kicsi fehér tojást. Három fióka lesz, szaladt vidáman Babócához. Egy reggel izgatott csipogás hallatszott a töltyfáról. Hurrá, kibújtak a fiókák, kiáltotta Babóca, és örömükben összeülelkeztek Bogyóval. Megnézhetjük őket? Kérdezte izgatottan Babóca Kelement. Persze, de legyetek óvatosak, még nagyon kicsik és gyengék, mondta a büszke apuka. Kelemen felvette hátára Bogyót és Babócát, és letette őket a fészek mellé. Milyen aranyosak, szólt boldogan Babóca. A csiga fiú és a Katica lány óvatosan megsimogatták a kicsi kanárikat. A kis madarak gyorsan nőttek, hamarosan elkezdték tanulgatni a repülést. Lenke gondosan tanítgatta őket, és napról napra ügyesebbek lettek. Elmegyünk eleségért, jók legyetek, mondta Kelemen. Nehogy egyedül kirepüljetek a fészekből. Kicsik vagytok még, csak akkor repülhettek, ha mi is itt vagyunk, tette hozzá Lenke. De a legkisebb fióka nem fogadott szót. Ugyan már, én már jól tudok repülni, megpróbálom egyedül, mondta, és már indult is. Nem szabad, nem szabad, csipogott a másik kettő, de nem tudták visszatartani testvérüket. Amikor a szülők visszaértek, a két fióka idegesen toporgott a fészekben. Kirepült a testvérünk, sírtak mindketten. Jaj, hiszen kicsi még, mi történhetett vele? Kiáltott riadtan Lenke. Meghallotta a kiáltozást Bogyó és Babóca is. Nyomban elindultak, hogy megkeressék az elkóborolt fiókát. Keresték mindenütt. Keresték a dombon, a hegyen, a tóparton, az erdőben, a réten, de nem találták sehol. Lassacskán sötétedni kezdett. Hogyan találjuk meg ebben a sötétben? Kérdezte Lenke, és keservesen sírva fakadt. De ekkor különös fény gyúlt az égen. Egy egész sereg Szent János bogár sietett a kanárik segítségére. Majd mi világítunk, biztosan megtaláljuk, mondták egyszerre. Ott van a bokorban, kiáltott hirtelen Bogyó, és mindnyájan odaszaladtak. A kicsi kanári kimerülten, dideregve szunyókált a bokor alján. Lenke szárnyaiba vette, és boldogan megölelte. Meg vagy végre! Mindig fogadj szót ezentúl, mondta Kelemen. Lenke felröppent az égre, a Szent János bogárkák pedig körbe táncolták őket lámpásaikkal. Olyan szép volt, mintha tündérek táncolnának az égen. A kanári család hamarosan nyugovóra tért. Lenke a szárnyai alatt melengette a kicsinyeket. Jó éjszakát, madárkák! Suttogta boldogan Lenke. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A homokvár. Egy meleg nyári napon Bogyó, Babóca, Gömbi és Baltazár felvették fürdőruhájukat, előkeresték vödreiket, lapátjukat, és elindultak a homokszigetre homokvárat építeni. Né,
Nézzétek, egy hatalmas dinnye! Kiáltott egyszer csak Baltazár. Vigyük magunkkal, kérte Bogyó. Majd a nap végén megesszük. Jó, vigyük magunkkal, egyezett bele Babóca. Bogyó, Babóca, Baltazár és Gömbi óvatosan gurították maguk előtt a nagy dinnyét. De amint a domboldalhoz érkeztek, a dinnye megindult a lejtőn lefelé. Kapjuk el, állítsuk meg! Kiabált riadtan Babóca. Gömbi felugrott a dinnye tetejére, megpróbálta megállítani a szágoldó gyümölcsöt, de nem sikerült. Lábacskái kicsúsztak alóla, és lepottyant a földre. A dinnye pedig gurult, gurult tovább lefelé. Mindannyian szaladtak a dinnye után, ahogyan csak a lábuk bírta, de a dinnye gyorsabb volt. Amikor a dinnye a domb aljára ért, rázuhant egy éles kőre, és darabokra tört. Széttört a dinnye! Buslakodott Babóca. Ó, a dinnye! Szomorkodott Baltazár is. Ugyan, miért szomorkodtok? Inkább együk meg! Javasolta vidáman a kis virágbogár. A négy barát körbeülte a dinnye darabokat, és neki láttak. Falatozták, falatozták a piros édes gyümölcsöt, amíg egészen tele nem lett a pocakjuk. Siessünk a homokszigetre, mert nem marad idő várat építeni, kiáltott fel hirtelen a Katica lány. Várj, Babóca, én is veled megyek, mondta Baltazár. Én is, szólt Gömbi. De én nem tudok repülni, engem itt hagytok, kérdezte sírva Bogyó. Tudom már, építsünk kis hajókat a dinnyehéjból. Azzal gyorsan átjutunk a szigetre, és Bogyó is velünk jöhet, javasolta a méhecske. Kiválasztottak négy dinnyehéj darabot, egyet Bogyónak, egyet Babócának, egyet Baltazárnak és egyet Gömbinek. Az árbóc faágból, a vitorla falevélből készült. Amikor elkészültek, vízre tolták a hajókat, és a szél nyomban sodorni kezdte őket a homoksziget felé. Hurrá, vitorlázunk, kiáltotta boldogan Bogyó. Hamarosan el is érték a homokszigetet, és mind partra szálltak. Nézzétek, ott jön valaki! Egy vödör is van nála! Valóban, a homokos parton egy jókedvű bogárka közeledett. Babóca megszólította. Ki vagy te? Huba vagyok, a homokbogár. Itt élek a homokszigeten. Egy nagy várat fogok most építeni a parton. Igazán? Kérdezte Baltazár. Mi is építhetünk veled? Hát persze, gyertek, lássunk munkához, mondta Huba. Szép nagy homokvárat építettek együtt. Alagutakat fúrtak, tornyokat formáztak, kapukat fabrikáltak. Már csak a zászló hiányzik a tetejéről, mondta Babóca. Lerajzolta Hubát egy falevélre, és beleszúrta a vár tetejébe. Hű, akkor ez az én várom, kiáltott lelkendezve Huba. Amikor sötétedni kezdett, a kis barátok elbúcsúztak Hubától, és elindultak hazafelé. Aludj jól, várkapitány! Kiáltott vidáman Babóca. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Áfonya szedés. Egy őszi napon Bogyó és Babóca áfonyát szedni indultak az erdőbe. Velük tartott Pihe, a lepke kislány, és Döme, a krumplibogár is. Én fogom a legtöbb áfonyát szedni, kiáltott izgatottan Döme. Nézzétek, az a bokor tele van érett áfonyával, szólt a csiga fiú. Leszedem! De Döme megelőzte, odaugrott gyorsan a bokorhoz, és lekapkodta róla a legszebb gyümölcsöket. Hű,
Az a bokor is roskadozik a sok áfonyától, lelkendezett Babóca. De a krumpli bogár megint gyorsabb volt. Mire Babóca odaért, leszedte a bokor legszebb áfonyáit. Töme, ez így nem ér! Ne szedd le előlünk az összes áfonyát, mondta haragosan a Katica lány. Nem sokára egy patak állta útjukat. Hidat kell rá építenünk, mondta Pihe. Már tudom is, hogyan. Gyertek, hozzuk ide azt a kidőlt fatörzset. Mindenki kivette a részét, együtt vonszolták a súlyos fadarabot. A barátok erős kis hidat készítettek a kidőlt fatörzsből. Készen van, sóhajtott Pihe. Nézzétek, ott áll egy áfonyabokor, tele kék bogyókkal. Több se kellett Dömének. Én érek oda előbb, enyém lesz az áfonya. De hogy félrelökte a lepke kislány, Pihének megcsúszott a lába, és a hídról egyenesen belepottyant a patakba. Segítség! Jaj, Pihe, kapd el a kezem! Mondta riadtan Babóca, de Pihét egyre tovább sodorta a patak, és nem érte el a Katica lány kezét. Bogyó egy hosszú botot hozott. Kapd el a botot, Pihe! Kiáltotta. De ez a terv sem sikerült. A lepkelányt túl gyorsan vitte magával a víz. Döme, segíts! Ki kell emelnünk Pihét a vízből! Kiáltott Babóca, és két kezénél fogva kihúzták az elázott lepke kislányt a patakból. Jaj, nagyon fázom, és elázott a szárnyacskám is. Didergett Pihe. Neked adom a pulóverem, én vagyok mindenért a hibás, ne haragudj, Pihe, mondta Döme. Ez kedves dolog, szólt Döméhez Babóca, de megfázolt pulóver nélkül, inkább szedjünk Pihének nagy leveleket és takarjuk be. Bogyó, Babóca és Döme beborították Pihét nagy lapulevelekkel, de a lepke kislány így is didergett. Így is fázom, nagyon fázom, és a szárnyacskám, nézzétek, nem működik. Elázott, tönkrement. Sírt fájdalmasan. A napocska megsajnálta a zokogó lepkét. Lejjebb ereszkedett, és sugaraival kedvesen, gyengéden megsimogatta Pihe szárnyait. A lepke szárnyak hamar megszáradtak, és olyanok voltak újra, mint régen. Hurrá! Megszáradt a szárnyacskám, és a ruhám is. Már nem is fázom. Köszönöm, napocska, mondta boldogan Pihe. Ne haragudj, Pihe, mondta ekkor Döme. Máskor nem szedem le előletek az áfonyákat, és neked adom azt is, amit én gyűjtöttem. Köszönöm, Döme, de az áfonya legyen közös, mosolygott Pihe. Siessünk gyorsan a házikomba, és süssünk belőle süteményt. Nem sokára meg is érkeztek Pihe házához, és munkához láttak. Megmosták az áfonyát, és leszedegették a levelét. Járt a fakanál, csörögtek az edények, finom illat töltötte be a konyhát. Délutánra el is készült a finom áfonyás sütemény. Meghívták a lakomára Vendelt, a szarvasbogarat, Baltazárt, a méhecskét, és Gömbit, a kis virágbogarat is. Mind körbeülték az asztalt, falatoztak és beszélgettek.